Sziasztok! Én Márton vagyok, és folytatjuk a Journey of Wrestling-es sorozatot, a Mentsük meg a Raw szériát. Ugyebár, ha jól számolom, akkor Royal Rumble, Elimination Chamber, Fastlane és WrestleMania, és szerintem a WrestleMania-val véget vettünk a sorozatnak, mert az előző részek alá, vagy amikor felveszem ezt a videót, akkor még nem érkezett komment az előző rész alá, hogy a WrestleMania-n túl menjünk-e. Úgyhogy valószínűleg akkor így lesz a dolog. És hogyha jól számolom, akkor valószínűleg Dominik Dijakovic és Jason Jordan nem is fog tudni szerepelni a sorozatban többet. De viszont már itt vannak a Elimination Chamberig menő fiúdjaink. Ugyebár. Szerintem az lesz, hogy az AJ Lee az... azért össze fog menni, és majd AJ Drew lesz a mániára az a Chamber után. Addig pedig Ripley Ronda. Ami meg valószínűleg a Chamberig megy szintén, és utána meg a Chamberről pedig egy Ronda Charlotte-tal megyünk a mániára. Úgyhogy, ja. És akkor mi megyünk egy Cedric vs New Day-jel a Elimination Chamberre, hogy utána az újdonos vagy tag teamünket, Otis és Gable-t meghozzuk a New Day-re. És szerintem kezdjük először a tag team divízióval, szerintem egy sima promo battle. Az tökéletes lesz. Show megindítása. Itt van ez a Parker Bordó, vagy nem tudom. Aki most jelenleg Drew-val feudol. Vagy feudol, most kezdeni a feudot, úgyhogy szerintem egy promo ambussal megindítjuk ezt a feudot. Ugye Drew-t megtámadja Parker promója elmondatlan közben. Miz vs Damien Priest, ugye itt Miz vs Damien Priest, ugye ez azért jött létre, mert hogy előtte Dijakovic Miz lenne, csak Dijakovic lesérült a TLC-n, úgyhogy most helyett Priest megy a Chamberig, és Chamberről meg akkor Riddle fog menni a US övre, és a Mánián Riddle fog menjen a US övet. Ez így a hosszú távú terv, vagy a Mániára a terv. Szerintem... promo battle-ezzetek szintén. Promo battle-ban nem elég. Várjunk, megvolt. Van egy nekünk egy Jolo Strowmanünk. Ez a George Jolo, aki nem tudná, az előző részeket nézze meg, mert hogy ő Omos. És itt ugyebár nem rújjuk ki Strowmant azért, mert hogy már van nagyobb nála. Ami egyébként... jó, azt hagyjuk is, hogy WWE kirúgta Strowmant, ez felkavaró a gyomromnak. AJ Lee. Szerintem legyen egy sima Demon Title Shot. És a Rumble, amin nem fogja megnyerni AJ az övet, hanem csak a Chamberon fogja elnyerni. Ugye a hatos cuccban. Jó, és akkor még milyen feudalt? Mi kell ez a feudalt csinálni valamit? Nem, ti szerintem, már itt már minden van. Ezt megtolkot nyomjatok. És akkor még van egy helyünk a kárdon. Ami pedig szerintem legyen egy leső. Egy, hát az már volt az Orton Riddle. Ez Seamus Riddle legyen itt a kárt közepén. És ezt lejjebb veszük, ezt feljebb rakjuk. Ezt így. Hát, hogy ez túl közel lesz, úgyhogy ez jó volt így. Mehetünk. És akkor már csak egy ról lesz a Rumble-ig. Jó.
Disrespect. Nagyon jó. Smack talk. És szerintem Rózi olcsa beszarra izét. Over is lett. Na. Seamus, Riddle tisztán pinnel, és Seamus. Épp pedig promo battle. A gírjéget oltották a promo battle-ben. Promo ambush, Parker megtámadja McIntyre-t. AJ Styles követeli a title shotot Lee övére, ugye a WWE Championship-re. Ruby for Royal Rumble lesz a következő cucc. Akkor itt ti fogtok egyet promo battle-ozni a show kezdésnek, az mini Ruby for Rumble-nél. Azon gondolkozok, hogy a Rumble után róla menjünk-e a izére. Ti írjátok alá egy szerződést. Az mindig jó. Miz Priest. Fight az olyan már volt náluk? Az a nem emlékszem, hogy előbb mi... Nem, előbb izé volt. Előbb a gíréket oltogattak, úgyhogy most Fight. És Lee AJ fogja nyitni a show-t. Drew Parker pedig... menjen ez singles, amit Parker csalással fog megnyerni. Wow. Julio Strowman. Valamilyen szegmenset nekik is kéne. Egy jó promo ambus. Tökéletes. Még van a tech team. Hát, mert legyen egy backstage attack. Hát, ez így lenne a legjobb. És akkor még van két helyünk. Akkor Riddle-nek kell valami match. Hát Hardy-t már nem akarok, ezért érted? Hát, egye meg Garzát. Garza olyan jól fel lett építve, hogy most basszuk el lol. Megadjunk Hardy-nak egy wint. Vagy most ki... Hát ez itt jó, ez itt tökéletes egyébként, így pont a roster. Legyen egy Randy Hardy. És akkor így fog kinézni a cucc. Innen, és akkor így fog menni. Promo Battle Lee és AJ között. Hoppá. Cedric-é mettem adják a New Day-t a backstage-ben, igen. Nem értem miért van, mert Cedric-ék és a New Day között itt valami nem jó, nem klappol. Orton Hardy, Hardy nem boldog, ezért neki kell nyernie. Jó, Hardy boldog lett. Promo ambus, Julo Mettem adja Strowman-t. De átment, ez az. Riddle tisztán megveri, full of action. Ők harcolnak. És itt pedig Parker cheating-el pinneli izét, McIntyre-t pontosan. Contra signing izére, amely ronda van ott az asztalnál. És onda belebassza Reát az asztalba. To the table. Jaj, please be a Raw before izé, Royal Rumble-t, az 3,8 millióan nézték meg. Hát ez igen. Ez igen. Ó. Itt van a... Veszinszfő. Ó,
Lee lett a legdurvább cucc. Lee durvább lett, mint Reigns. Realis kurva durva lett. AJ is nagyon jó lett. Ez ilyen értékelő cucc akar lenni szerintem. Jó, örülök, jól teljesítünk. A Royal Rumble, akkor 12 meccsünk van, ugye abba kell a Rumble match. Szerintem már innen indíthatjuk a cuccot. Valamelyikre. Várjunk, akkor ha itt most AJ-jel itt most megnyeretjük az övet, és Drew-val a Rumble-t. Azt nem nyerhetjük meg. Nem. Akkor mondom, mi lesz. Nő, várj, de nem kell férfi Rumble, baszki. Akkor tartsunk egy női Rumble csak. És akkor vagy azt tervezem, hogy akkor a Ripley Ronda feudot itt most lezárhatnánk egy Ronda winnel. És akkor úgy megyünk majd Charlotte, mert megnyeri a Rumble-t, és akkor úgy fogunk menni a Mániára. És az Elimination Chamber-ön, és ugye ezen a gálán meg véget fog érni a McIntyre Parker feud. Kövirón elkezdjük az McIntyre feudot, amit aztán beigazolja azt, hogy az Elimination Chamber meg fogja nyerni McIntyre a Chamber-t. Várjál, hogy... Csak szorakozz, te. Tehát, ezt rendezzük el. Minusz 25 közben a feud érdeklődtsége a New Day vs Cedricék, úgyhogy szerintem ezt blow-off-olhatjuk is. És nem mondom neki gimmiket. Baszki. Na várjunk. Tehát, hogyha itt most Ronda megnyeri az övet, és lesz egy női Rumble, egyáltalán tudunk egy női Rumble csinálni? Amúgy még, azt is meg kéne nézni. Royal Rumble. Fixed match contract. És akkor mondjuk az első pozícióba veszteni el Ripley az övet, ezért ugye benne lehetne. Benne lehetne Becky is, ugye? Charlotte, aki megnyeri. Asuka. Nia Jax. Lacey Evans. Shania Baszler. Eva Marie. Naomi, Nikki Cross, Lana, Dana Brooke, Mandy Rose. És ennyi. Női Rumble-re nincs ember. Ugye Eva Marie-t. Meg mondjuk Dana Brooke-ot kivesszük. Egy 10 emberes női Rumble-t, ezt lehetne tolni. Na meg itt van nekünk Alexa Bliss. Akivel csorva nem kezdtünk se... A Finn-del nem kezdtünk a sorozatban semmit egyébként. Ez elmond valamit. Így kaptánk egy 11 perc, akkor még hozzánnánk Lanát. Egy 15 emberes női meccset. 11 percon. Mi? Hogy jött az ki? Én számolni sem tudok. Az a baj, hogy ez gyenge. Tehát valószínűleg úgy kell ezt csinálni, hogy most fogjuk Lee-ről levenni az övet, amit én nem akarok még. Én a Chamber-re terveztem. Mert hogy ebben még lehetett volna több izé. De csinálj meg ezt a női Rumble-t, akkor Ripley, Becky, Charlotte, Asuka, Bliss, Nia Jax, Shania Baszler, Lacey Evans,
Naomi, Lana, Nikki Cross, Mandy Rose. Egy 12 emberes női Rumble meccset fogunk csinálni. Nem, egy 12 person. Te? Ez mi? Ja, ez gondolom a izé. Ja, és akkor a Wrestle... Machine Royale Elimination... Igen. WrestleMania. Book the shit, és akkor ez itt lesz. Mert addoljuk a következő feudot, a Ronda Charlotte feudot. Greatest Wrestler. Igen. De miért main event? Na mindegy. Hát nem main eventben lesz az kurva isten. Haha. És akkor így ezt blow up-foljuk. És adunk hozzá stipulation-t. Egy gimmick. Valami kurva durvát. Mondjuk egy I Quit match-et nem kezdenék. Úgyhogy lényeg egy I Quit match, de hogy akkor őket meg fogja előzni ez a kettő. Így né. Pontosan. És akkor a Lee AJ szintén kap egy gimmick match-et. Egy Steel Cage-et, az tökéletes nekik. Parker Drew-nak nem kell, Priest Miz-nek szerintem nekik sem kell. Ők meg nem érdemlik meg. Úgyhogy akkor szerintem így fogunk menni a Rumble-re. És többéken meg próbálj meg felpakolni a kávéra, én azt mondom. Jó, most egy férfi Rumble nélkül fog maradni a cucc. Hát őket bepakoljuk egy fatal, vagy valamint sok emberes baszásba. Amit Riddle meg fog nyerni. Hát... Sem, ezt vegyük ki, és így. Lesz így sok emberes baszás. Így né. Hát, jó, ez így tökéletes. Tehát akkor összegezzük. Rumble-re megyünk egy New DVS Cedric-ék, ugye Hurt Business, az Blow Off, Messar. És akkor Rumble után az Elimination Chamber-től a Fastlane-en át a Mania-ig lesz az Otis Gable kontra New Day Feud. Strowman Julo azt szerintem ki fog tartani a Chamberig. Rosie Rhea feudnak itt vége. Egy I Quit matchben Ronda Rousey meg fogja nyerni az övet. Parker Drew az megy tovább a Chamberig. Utána Priest Miz az szintén megy tovább a Chamberig. Tehát lesz egy ilyen sok emberes baszás. És a WrestleMania main event, hát ez nem lesz main event, de ezt most sem mondom. De ezt nem lehet így. Hát ez exelni. De mindjárt megnézem. Rumble. De ez mi? Nem. Jó, akkor az lesz, hogy main event, de közben nem. A co-main event akkor inkább. Ripley, Becky, Charlotte. Bliss, Asuka, Baszler, Jax, Evans, Nikki Cross, Naomi, Mandy Rose,
Várj, még valahol... Valahonnan kihez valószínű egyet. Várj, kit hagytunk? Azt kell, ezért faszom, igen. Segít, nem hagytunk ki. Akkor még egy van átlor. Ugye 12 person. Ja. És a WrestleMania-ra lesz a kontrakt. Idni. Nagyon jó. Reméljük, hogy semmit nem kurtunk el. Akkor. Itt ez egy New Day fölényes győzelem. Itt szerintem ezt adjam egy Jolónak. Itt akkor Rousey. Itt Drew tisztán. Miz megvédi. Itt Riddle nyer. Itt pedig azt mondja, hogy Charlotte Flair. Nagyon jó. Itt pedig... Várjunk! Az Elimination Chamber-ön a title-ért menjen-e a cucc, vagy ott a kontraktért? Mert hogyha a title-ért megy, nem, az úgy nem jó. Nem, nincs blow-off, tehát Lee. Pontosan. Nagyon jó. És akkor így menjünk. Két Raw és Elimination Chamber fog következni. Így fogunk tovább haladni. Köszi szépen a figyelmet, srácok, nektek. Mi van? Köszi szépen nektek a figyelmet. Hoppá, van 7 message, várj, ezt megnézem. Goal reward, az igen. Igen, persze, hogyne. Igen, rank 1. Nagyon jó, kaptunk pénzt. Nagyon jó, és akkor így fogunk menni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, meg mindent is. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel. Illetve írjátok meg komment szekcióba, hogy a Mánián túlmenjünk-e, vagy a Mánián legyen vége ennek a sorozatnak, és akkor majd egy következő Journal of Wrestling-es sorozatot csináljunk. Hogyha egyetlen akarjátok, hogy legyen-e még, azt is írjátok meg a komment szekcióba. Illetve leírásban ott van csomó link, tehát ott van a Reddit oldalunk, oldalam linkje, amik kurva üres, úgyhogy oda mehetnek a mémek, meg stb. Ott van továbbá a Twitch csatornámnak a linkje is, ahol ugye élő közvetítések találhatók. És hogyha lemaradtál volna az élő közvetítésekről, akkor ott van a VOD csatornám is, VOD YouTube csatornámnak a linkje is, ahol pedig a Twitch VOD-okat megtekintheted. Köbö egy napos delay-jel. Köbö. De van, hogy még ugyanazon a napon kerülnek ki a vodok. Továbbá három Discord szervernek a linkje is ott van a leírásban. Abból kettő egy ilyen RP-s baszás, amiből az egyik az enyém, a másik pedig egy kedves ismerősömé. És ott van még ugye a fő, amin meg szintén értesültök a videókról, streamekről, satöbbiről. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok, hello!